snooker legjobbjai turnéjuk újabb állomásához érkeztek. Ezúttal Európában mutathatják meg a rajongók millióinak, hogy valóban ők a szögek legnagyobb mesterei. European Snooker Tour Bulgáriából, ma délelőtt 9-kor élőben az Eurosport 2-n. The WTCC is brought to you by Euronix, best of electronics. Japan quality. Yokohama. Your tire. Hét perc múlva fog bezárni a box utca, eddig lehet tehát még szerelni. Utána mindenképpen ki kell menni. Ahogy láttuk Shanghaiban, ha nagyon kell, akkor ott még a rajtrácson is el lehet kezdeni valamit reszelni, de mindenképpen a boxban gurulóképes, üzemképes állapotba kell hozni az autót. A legtöbben egyébként mennek, itt van Kei Kodzolino autója, amelyen néhány japán hölgy képe látható, mint kiderült ugyanis egy tinédzserekből álló japán lány együttes támogatja Kei Kodzolinót, akik idei évben kétszer is vezették egyébként a japán toplistát, és ezért kerültek fel a lányok a kocsira. Vagy a menedzsment ugyanaz. Mindenesetre jól hangzik. De mondom, egyből elkezdtem egyébként gondolkozni, hogy van-e olyan lánycsapat Magyarországon, akit esetleg be lehetne vonni az Engő Motorsport támogatásába, bár nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a követendő út. Egész sokan vannak egyébként a lelátókon. Mondjuk azt tudni kell, hogy a makaói hétvégén a WTCC csak egy futamas közül rendeznek GT versenyt, rendeznek Forma 3-as futamot, rengeteg más túraautó versenyt, úgyhogy itt a WB csak egy, igaz az egyik legértékesebb, de csak egy verseny. Dominic Greinerrel fogunk beszélgetni, a Wihers menedzserével. Mi történt? We don't know exactly. He got a hit by behind, maybe Oriola or somebody else from the Seat driver hit him. So he crashed to Benani. Then there was a block. So the happy thing is nobody got points. So we have still the same situation as before. So it will be tough because I think Mikkonen will start a new tire on a good position. Our guys are still working on the car to prepare the car in the right condition. We are not 100% sure if the engine is working well because we got a lot of high temperature and we lost a lot of water. So yeah, we try it. Thank you very much. Welcome. Az történt, amire egyébként gondoltam, csak nem mondtam, hogy eléggé megsérült az autó eleje, és valószínűleg a hűtő is megsérülhetett. Félnek attól a Wihersnél, hogy nem fog rendesen menni a motor, nem lesz elég erős, mert hogy nagyon sok hűtővizet veszítettek, mire visszajött a boxba Duste, és félnek attól, hogy veszített az erejéből a motor, illetve azt mondták, hogy tartanak Norbitól, aki biztosan új gumikon fog rajtolni jó pozícióból, úgyhogy nehéz lesz, ők is úgy gondolják, mint Oriola. Visszatérve egyébként arra, amit Oriola nyilatkozott, ő azt mondta, hogy ő úgy tudja, vagy úgy látja, hogy Norbinak is gondjai vannak az autóval, tehát talán szerencséje lehet és megszerezheti a Yokohama kupa győzelmet. Ő indul egyébként a legkedvezőbb helyről a privát versenyzők közül, mármint a bajnoki címre esélyes privát versenyzők közül. Ez Monhe autója, még nem Orioláé. McDowell lesz a pole pozícióban, Oriola a második helyen, Benani a harmadik pozícióban, és Norbi a negyedik helyen. Láttunk azért már olyat, hogy Norbi a második sorból megszerezte a vezetést. Oriola autójával. Ugye ez volt az az autó. Hát azt most meg nem mondom, hogy pontosan ez volt. Ez volt az az autó, igen. A Norbi régi autóját kapta meg Oriola. Igen? Igen. Na ezt látod, nem is tudtam. Sajnos levették azokat a dokumentumokat a WTCC hivatalos honlapjáról, ahol meg lehetett nézni pontosan a sorozatszám alapján, hogy melyik autó kinél van. De az idei évben is volt olyan.
valami hungaroringi versenyen. Ráadásul, itt már mondtam, hogy Coronel Bombajót rajtolt tavaly, egy ugyanilyen BMW-vel. Benne van a pakliban, Norbi nagyon jól rajtol, nagyon koncentrált tud maradni, de ne kerüljön mögé egy Dasta és mellé egy Bernani, és akkor nem lesz gond. És egy McDowell se lehetőleg. Igen, igen. Ami miatt még egy picit aggódom, hogy nem láttuk, hogy a motor milyen állapotban van, hiszen fél kört sem ment az autó, de bízom benne, hogy rendben van a kocsi, és Oriolának nincs igaza. Nem sérült meg annyira, mint Dasta autója. Dasta autójának a hűtőrendszere is megsérült, és melegedett a motorja, úgyhogy őnek ott komolyabb problémái is lehetnek. Igen, de emlékezz rá, hogy úgy kezdtük ezt a közvetítést, hogy a warm-up után nem volt minden rendben az igen. autóval, és ez nem derült ki ezen a versenyen, hogy most akkor jó-e a motor, vagy nem. Hát izgalmas lesz, tartunk egy rövid szünetet, ne menjen senki sehova, nem sokára kezdődik a második futam. The WTCC is brought to you by Ironix, best of electronics. The road to freedom. Japan quality. Yokohama, your tire. If you're going go-kart, get a Dino. After 50 years in the business, Dino go-karts are still some of the best in the world. See more on dino.dk. Every day is a new challenge. An opportunity to make a difference. Since 2005, FIFA has supported over 200 social development programs. FIFA's Football for Hope initiative is helping to change lives and bring hope through the power of football. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and features with Eurosport's Live Score. With Eurosport.com's free application available on tablets and smartphones, gain access to all the articles and videos from Eurosport.com, plus get the latest news in real time. Check out the latest results, fixtures and tables and follow your favorite sports events live. Japan quality. Yokohama. Mielis Norbi tehát a negyedik rajtkockából indulhat majd a második futamon, 10 másodperc múlva bezár a box utca. Szép emlékei lehetnek ennek erről a rajthelyről, mert hogy 2010-ben is a negyedik pozícióból startolt azzal a kék Seattal, és akkor szerezte meg élete első futam győzelmét. És Laci, te már utaltál erre, hogy tavaly pedig Tom Coronel indult a negyedik rajtkockából, és tartolt egészen óriásit. Igen, mondjuk Nükier beragadt előtte, és őt kerülte ki egyébként egy szenzációs manőverrel. Egyszer elindult balra, utána meg jobbról kerülte. És azért a pakliban benne van. Norbi nagyon jól rajtol. Láttuk a Hungaroringen, aki kint volt, aki a tévében látta, hogy azért tud nagyot ugrani a rajtnál. Hát én nagyon bízom benne, hogy és idén is rajtolt már nagyon jókat. Ha ez élőkép volt, már pedig mi más lett volna, akkor Dasta esélyei szépen lassan elszállnak, hiszen még bent volt a boxban az autó, közben pedig bezárt a box utca. Ez azt jelenti, hogy csak a box utcából rajtolhat majd a mezőny vége után Stefano Dasta. Ezzel pedig, ha ez nem egy rögzített kép volt, már pedig nem hiszem, hogy lenne értelme egy ilyet bevágni, akkor két ismeretlenessé válik a Yokohama kupa, mert akkor csak Mielis Norbi és Pepe Oriola között dőlhet el. Azért ennek személy szerint én nem örülök. Aki szereti az autósportot, az azt akarja, hogy versenyben az esélyesek között dőljen el a bajnokság, és ne egy ilyen buta hiba miatt. Nagyon nehéz. Itt látjuk egyébként a rajtsorrendet, gyorsan akkor el is mondom. Az első sorban tehát McDowell és Oriola, a másodikban Benani és Norbi, aztán Ouyang és Monteiro, Tarquini és Menü, Müller és Huff, és
és akkor a 11. rajtkocka üresen marad, és Engsler indul a 12. pozícióból, Coronel a 13., aztán Boardman, és így tovább a többiek. Itt látjuk a mezőny végén a sok-sok makaói pilótát. Benáni is a sor végéről indul, ez pedig azt jelenti, hogy Norbi ugyan a 4. rajtkockából, de gyakorlatilag a 3. helyről indul. Nincs előtte tehát BMW-s, és hogy őszinte legyek, ez engem megnyugtat, főleg Benánit ismerve. Igen. Az utóbbi időben sokat gyorsult Benáni, de nem szeretem, amikor Norbi közelében van. Mert csinál butaságokat a marokkói. Itt van Tom Coronel, akinek ugye az időmérő edzésen eltört a féltengely az autójában, ezért nem tudta befejezni a gyors körét, és nem tudott bekerülni a Q2-be. Így viszont egyébként, ha végignézed, akkor az első 10-ben Norbi az egyetlen hátsó kerekes autó. Vagy Norbi az egyetlen hátsó kerekes autó. És középen lesz neki bőven hely. Igen. Kell egy jó rajt, ennyire egyszerű a dolog. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve egyáltalán nem kizárt, hogy a rezervoár kanyar, vagy legkésőbb a mandarin kanyar után Norbi lesz az élen. Nem menjünk ennyire előre. Én csak azt mondtam, hogy nem tartom kizártnak. Hát, hogy csak én izgulom túl a dolgot, de... nem baj, izgul túl. Ha ezen múlik az, hogy Norbinak meglegyen a Yokohama kupa, akkor izgul túl. Itt van Duste rajtkockája. Az olasz pilóta tehát bent maradt, és a boxból indul. Ezzel neki gyakorlatilag a privát bajnoki cím elúszott, ha csak. Nem tud ha csak, nincsen ha csak. Itt nincs ha csak, tehát 29 autó nem fog kiesni előle. És ugye az a baj, hogy a sor végén a lassú srácok, igen, Makkalok meg a többiek, ők ugye a privát értékelésbe számítanak bele. Ki az, aki malmozik? Huff volt az, nem? Huff malmozik. Picit feszült. Mondjuk ezt meg tudom érteni. Itt van Müller. Ő majd a 9. rajtkockából indul. Nem lesz könnyű dolga. Bár most Huff bent van a darálóban, mögötte Engsler indul majd. És ha Engsler jól elkapja a rajtot, akkor ő még ott bekavarhat. Szóval most nincs meg az előny a Chevik számára, hogy a mezőny elejével eljöhetnek. Úgyhogy a Lisszabon kanyarban lehet, hogy a Chevik is benne lesznek a darálóban. Van még 5 perc. 5 és fél perc gyakorlatilag a rajtig. Hú, nagyon izgalmas. Így korán reggel. Én hoztam magammal egy műszívet, hogyha esetleg az igazi leállna közben. Majd kapcsolj rá, légy szíves. Teljesen át tudom érezni egyébként Zolinak az izgalmát és az aggodalmát ebben a helyzetben. Azért ez nem egy egyszerű eset. Ha minden jól megy, akkor jövőre. Én is láthatom ezt élőben, legalábbis nagyon bízom benne. Együtt fogtok dolgozni, ugye egy nagyon komoly együttműködés lesz köztetek. Igen. Amiről már beszéltünk az időmérőn is, ugye, hogy ha minden jól megy, akkor megyünk az Európa-bajnokságra, aminek azért egy elég nagy töltete az, hogy az Engő Motorsporttal együtt dolgozunk, és gyakorlatilag egy ilyen fiók csapata leszünk, aki bedolgozik. Csak hogy mindenki értse, Laci csapatáról, az RCM Motorsportról van szó. Laci ugyanis amellett, hogy autóversenyző, most már inkább csapatfőnök. Hát azért még néha, ha úgy fúj a szél, akkor beülsz. Igen. Csak nagyon hátulról kell, hogy fújjon. Mert egyébként lassú vagy. Hátulról kell, hogy fújjon, és csak neked. Igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy Gáspár István szakágvezető, gyorsasági szakágvezető és Zengő Zoltán közös terve most megvalósul. Egy kvázi tehetségkutató program, amelynek a lényege az, hogy fiatal versenyzők, akiknek a megfelelő anyagi támogatása is megvan, ők eljuthassanak a VTCC-be, és ennek egy köztes pontja lesz a ti csapatotok, az RCM Motorsport. Tehát ezek a srácok, akik ebbe a programba bekerülnek, először az RCM-nél mehetnek a Túrautó Európa bajnokságon, majd akik ott kimagaslót tudnak nyújtani, utána bekerülhetnek a Zengő Motorsporthoz. Az első körben, ha jól tudom, a nyáron lesz majd egy tesztetek,
ahol a VTCC-s autót tesztelhetik majd a fiúk. Igen, azok a fiúk, akik igazán jól teljesítenek. Hát ez már egy óriási dolog. Ez nem adatott még meg igazából senkinek. És van azért más program is a ti házatok táján, amíg még nem kezdődik a verseny, beszélj erről, mert azt gondolom, hogy ez elképesztően jól hangzik. Hát igen, egy nem is akármilyen program van a házunk táján. Gyakorlatilag próbáltuk idáig titkolni, de most már kezdenek kiszivárogni az információk, úgyhogy elmondom. Lengyelországból megkeresett minket a Volkswagen, illetve a Volkswagen Group készít egy hetes Golf kupát, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag ugyanazok a motorokkal fog menni, mint a kupás Seat, nagyon sok mindenben megegyezik, és csinálnak egy 30 fős mezőnyt a Sirocco kupa mintájára, tehát egy nagyon szuper high-tech központi szervízes dolog lesz, és ebben segítünk mi nekik. Egy, az pilótákat megpróbálunk keresni, illetve itt nagyon sok minden együttműködés van és lesz, és úgy tűnik, hogy együtt fogunk velük működni, tehát egy kicsit belefolyunk ebbe a Golf 7 kupába, mint RCM Motorsport, és próbálunk egy picit ezzel is egy előszobát teremteni az ETCC-s pilótáknak, és próbálunk pilótákat ebbe a mezőnybe szerezni. Ennek jövő héttől indul egyébként a magyarországi promóciója a magyar Volkswagen is, és az egész Volkswagen Group mellé áll, ugyanis aki itt jól teljesít, az egy DTMS tesztet kaphat az Auditól, tehát azért elég jól állnak ezek a tárgyalások, és itt egy elég olyan dologról van szó, amit majd jövő héten nyilván mindenki láthat, még pár mondatban majd beszélek a reklám utánról, ha van időnk, de a lényeg, hogy lelepleztük a csodát, és megpróbálunk ebbe belehúzni. The WTCC is brought to you by Ironix, best of electronics. Testing 1, 2, 3. Hey, Lewis. Tony. What an honor. You need to have a go in my car. Oh, it's awesome. It'd be fun to get you in the stock car, too. Yeah, I've been dying to die. Looks awful small from here. I'll give you a hand. Is this the right way I'm doing it? Okay. You got insurance? I feel like I'm gonna get hurt in this thing. I don't know what I'm gonna do now. I'll be in here the rest of the day if you need me, so. True champions trust the synthetic technology of Mobil 1. With over 100 Grand Prix wins, many drivers, one oil. Mobil 1. Szóval még annyit akartam mondani, hogy abszolút nemzetközi lesz, 7 futamos, és hoppá! Oriola nem tudott elindulni a felvezetőkörre. Na, de nagy elindult, nehezem. Visszaveheti a pozícióját. Tehát, hogy 7 futamos lesz, nagyon komoly felhajtás lesz, és a Volkswagen mögé áll, tehát azt gondolom, hogy innentől fogva nagyon nem kell mit mondani a dologról. Magyarországról itt több olyan pilótában gondolkodunk. Egyébként nem titok, szintén Gáspár Istvánnal, mert most ebben a dologban én kértem az ön segítségét, hogy egy picit segítsen nekem abban, hogy mi lenne, hogyha egy pár pilótát tudnánk ide szerezni, olyanokat, akiknek a tehetsége és a szponzori háttere megvan, és fölmerült itt Ficafelinek a neve, Búsadinának a neve, vagy Deák Vincentnek, akinek egyébként mind a három pilóta RCM Motorsportnál versenyzett. Ficafeli nálunk volt bajnok Suzuki kupában, tehát mind a hármukat jól ismerem, és a képességeikkel tisztában vagyok, tehát azt gondolom, hogy alkalmasak lennének a feladatra. Nyilván át kell menni egy szűrőn, és nyilván a Volkswagennek rá kell bolintani, ugyanis ez egy érdekes dolog, 16 és 28 éves kor között lehet beülni, amit szeretnének kitolni, de nem fognak, mert a Volkswagen ragaszkodik ahhoz, hogy ez egy ilyen pilóta nevelő program legyen, ugyanis akkor a mennyiségű pénzt tol ebbe a projektbe, hogy itt azért nem babra megy a játék, ráadásul DTM tesztről van szó, ami meg tudjuk, hogy azért nem akármi. Úgyhogy be is fejezem a dolgot, térjünk vissza a VTCC-re, csak ennyi majd jövő héten.
Nagyon érdekes ez, és egyébként bajnoksággal kapcsolatban majd a dolgok alakulásával a tourauto.hu oldalon rendszeresen találhatnak információt, úgyhogy akit érdekel ez a történet, meg egyáltalán ez a tehetségkutató program, ami nagyon szépen alakul, ott mindig friss információkat találnak majd. Dustét láttuk a boxban, igen, ő onnan fog rajtolni, ha egyáltalán elrajtol, mert még mindig szerelik az autót. A másik, itt láttuk beragadni a második rajtkockába Oriolát. Ugye itt az a szabály, hogyha addig el tud indulni, amíg a mezőny utolsó autója el nem megy mellette, akkor visszaveheti a helyét. Ha viszont mindenki megelőzi, és csak utána tud eljönni a rajt helyéről, akkor az utolsó rajtkockából kellett volna startolnia. Hajmeresztő pillanat volt ez Oriola számára, hát könnyen elúszhatott volna ezen az egész bajnokság, így viszont még izgulhatunk.